Na hát az élet néha ismétli önmagát, lehet egy kis déjà vu érzésünk. Münchenben a hónap közepén, ugye ők egy ilyen European Tour döntőben összecsaptak egymással, közben George Noble is megérkezett, és akkor ugye Lukman egész fantasztikusan játszott egészen a döntőig, de ott elfogyott a lendület, és azt a finálét végül Luke Humphries nyerte 8-2-re. Lesz most ilyen nagy különbség szerinted Humphries javára, vagy Lukman meglepheti? Hát én szerintem azért sem lehetséges, hogy ekkora különbség legyen a két játékos között, mert ugye ez a mérkőzés csak 6 nyertig fog tartani, és azt nagyon nehezen tartom elképzelhetőnek, hogy 6-0-ra legyőzze Luke Humphries Martin Lukement. Nyilván nem lehet teljesen kizárni az esélyét ennek, de én úgy gondolom, hogy azért ez egy picivel szorosabb találkozó lesz, mint amilyen volt a German Darts Grand Prix döntője. Nagyon jól játszott Lukman a holland Rakt ellen tegnap, 98-07-es átlag, 55%-os kiszállózás. Ha ezt tudja tartani ma, akkor megszorongathatja Humphries-t. Nyilván, de azért hozzá kell tenni azt is, hogy Martin Drakt esetében azért olyan hú de komoly ellenállásban nem ütközött tegnap Martin Lukman, hiszen a holland mindössze 81,31-es körátlagot hintett oda. Hát nyilván nagyon sokat számít az, hogy milyen szintet hoz az ellenfél, mennyire enged engem játszani a tábla előtt, mennyire presszionál egy-egy dobással. Tegnap azért nem volt olyan nagyon próbára téve Martin Lukmannek a tudása. Humphries az egy más kávéház, ezt azért tudjuk nagyon jól. Hát ez egyértelmű. Volt elődöntős is nem a nagyon régen, European Touron, Humphries Leverkusenben, ott ugye elég rendesen 7-2-re kikapott Van Gerwentől. Utána pedig volt egy Players Championship mérkőzése 4 nappal ezelőtt, ott meg Max Hopp verte őt, nem kis meglepetésre, 6-0-ra. Bizony. Szóval vannak néha ilyen egészen fura eredmények. Vannak. Egyelőre a triplák nem működnek olyan jól Lukmannek, mint ahogy azt előzetesen várni lehetett, de nyilván az első legben vagyunk, még van itt. Ugye múlt héten ő nyilatkozta is, hogy neki kell néhány leg, amíg be tud melegedni a színpadon. Hát igen, csak lehet, hogy addig ugye Luke Humphries foci nyelven szólva apró gólokkal megzavarja, tehát elvisz néhány leget. Mármint Lukman. Mert hogy Humphriesnak kell be, az... Hogy Humphriesnak kell bemelegedni. Igen, ezt ő nyilatkozta. Igen, azért is érdekes egyébként, mert ez csak a keddi nap után nyilatkozta... Keddi? Leragadtam a Players Championship. A szombati nap után nyilatkozta Humphries, hogy mennyi idő kell neki, hogy bemelegedjen a színpadon. És érdekes módon vasárnap már gond nélkül tükör simán hozta a mérkőzését Brendan Dolan ellen. Egy brutális kör után letolja magát egy dupla 8-asra Luke Humphries. És itt lehet az első leg, egy 16 nyilas formájában, akkor 17 nyilas, megvan. Az már megvan. Maga biztosan hozza tehát az elsőt, 17 nyillal. És még egy picit az előző mérkőzéshez visszacsatolva egy kis érdekesség, hogy Brendan Dolan 6-5 arányban kikapott Mickey Menceltől. Hát az az igazság, hogy 3 évvel ezelőtt is egy 6-5-ös mérkőzés vetett véget Brendan Dolan csehországi kalandjának, csak akkor az első fordulóban 180! Csak akkor az első fordulóban kapott ki 6-5-re, és akkor Karel Sedlacek volt a bűnös. Úgyhogy egyelőre ezek a 6-5-ös vereségek jellemzik Brendan Dolan pályafutását, hogyha cseh versenyről van szó. Sedlacek tovább jutott most. Gabriel Clemens verte meg. Számomra meglepő magabiztossággal. Ugye, 6-3 volt a vége is. Ezt komolyan mondom, hogy vérig tudtok sérteni ezekkel a megjegyzésekkel, hogy 180! Hogy meglepő. Nem, semmi meglepetés nem nincsen. A... Nincs. Nem. Nem. Most az, hogy Sedlaceknek nincsen turkárgya, az, hogy a világranglistán ugye jelenleg azért nem foglal el olyan előkelő pozíciót, pont azért, mert ugye ő jellemzően a European Tourokból tudja csak összekapirgálni a pénzét. De megvert egy top 30-as versenyzőt. Közben megvan a dupla 8 Humphriesnak. Egy 12-nyolosatikon. Ha így nézzük, akkor azért meglepetés volt. Erre én megmondom őszintén, hogy csak egyetlen egy kérdést tudok így válaszolni.
és tehát top 30-as, és nem, se, abban a mérkőzésben szerintem semmi meglepetés nem volt, főleg, hogyha azt nézem, hogy hazai pálya, megvolt a támogatottsága, élt is vele, jól élt vele, nem mellékesen pedig jó formában van Sedlacek. 120 pont, harmadik nyíl az kipattant. Igen, és ugye így a 6 induló csehből 3 még versenyben van. Sedlacek, illetve Kavlas. 140, Humphries. És megmondom őszintén, hogy én nem tartom azt sem kizártnak, hogy a holnapi napra is még marad egy cseh versenyzőnk. Hát nem Sedlak lesz, az biztos. Nem rá gondoltam én sem. Szerintem Gavlas messzire juthat itt Prágában, de majd meglátjuk. Én inkább kitartok a barátom mellett, igen. Én inkább azt mondom, hogy Sedlacek. Tehát Fandu Ivenbode ellen szerintem reális esélye van, Michael Smith, Robbie Joe Rodriguez győztes ellen, én úgy gondolom, hogy ott is van esélye. Fú, hogy játszik Humphries. Ez most nem jön, de hát nem baj. Lukman messze van. És lehet, hogy Luke Humphries rám cáfol, és mégiscsak lesz egy 6 legnyi különbség a két játékos között. Hát ugye egy biztos most nem behúzott kézifékkel kezdett, hát azonnal bemelegedett. Brutálisan játszik. 109-es átlaggal. Dupla 4. 2. Nem jó. Most ezeket elszórta. 164, ez kiszálló. Nem is jön is egyből a homlok ráncolás, hogy ez most akkor mi volt. Nem él vele Lukman, sőt, nincs tripla. Dupla 2. És ez már és megvan. És az már ott van. 16 nyilas. 3-0. Kereken 100,2 tizedes átlagon áll Luke Humphries, ami azt jelenti, hogy 15 nyilas átlaggal hozza le eddig a mérkőzést. Ugye tegnap nem volt 100 fölötti átlag, sem győztesnek, sem vesztesnek. Ma viszont erős a mezőny, most már a kiemeltekkel. Jól kezd viszont itt ebben a legben Lukman. És érdekes egyébként, hogy a torna történetének legmagasabb körátlagát viszont éppen egy első fordulós mérkőzésen dobták. 3 évvel ezelőtt Glenn Durant 110,12-es átlagot hintett oda. Az szép, ki ellen? Másodperc türelmedet kérem. Mindjárt itt a kis táblázatomban arrébb megyek és megnézem neked. Közben 85-ös kör Lukmentől, aki még mindig csak 84,2-es átlagnál toporog. Daniel Larsson ellen dobta Glenn Durant egy 6-1-re megnyert mérkőzésen. Hú, de eltűnt Durant. Sajnálom. Igen, ugye ő nagyon nehezen tudott kikecmeregni a koronavírus okozta nehézségekből. Az nagyon csúnyán megviselte az ő egészségét. És hát ugye ez a játékára is rátelepedett. Hát nem nagyon csúnyán lefogyott, kórházban is volt. Igen, igen. Úgyhogy én megmondom őszintén, hogy nem lepődök meg azon, hogy Durant az jelen pillanatban el van tűnve. Azért bízom benne, hogy újra fel fogja tudni magát építeni. De az egy nagyon-nagyon hosszú folyamat lesz. Ez most Lukmannek áll, dupla 8. Igen, itt lehet az első leg... 13 nyilas? Igen, ha, úgy 13 szép. Nyilas. Ilyet is tud. Először dobhatott kiszállóra, és ezzel élt. Szétszórja viszont ezt Humphries. Csodálatos 19-es kezdés. Azért mi jár, mert 26 ér egy pofasör. Hát nem tudom, hogy bárki kiírta-e, hogy 19-eset én mit csinál. Hát azért egy affa. Az viszont biztos, hogy Martin Lukman nagyon szépen kontrázta meg ezt a 19-es Humphries kezdést. 180! Gyorsan javít a bizonyítványon Humphries. Bizony. Cool hand. Luke. És nem jön tripla a folytatásban, ezzel gyakorlatilag helyreállt a világrendje a legen belül. Tripla 20. Már váltani kellene 18-ra, így van. Egy tripla érkezik. Visszaváltásnál nem jött a következő tripla, így nincsen kiszállón. Lukman ott van a helyén viszont, a tripla. Nem, ő sincsen, 99. Ez most Lukman szempontjából egy sorsdöntőleg, mert lehetne akár 3-2 is, de ha elmegy 4-1-re Humphries, szerintem ott a nyugodtan leszámolhat a reményeivel Lukman.
Hát, hogyha elmegy Humphries 4-1-re, még akkor is csak egy lesz, egy break előnye lesz. Mondjuk ez igaz. Igen. Lesz a hidegkezű Luke-nak. Igen, inkább a cool it azt jelenti ebben az esetben, hogy menő. Szerintem. Aha. Dupla 16. Az most nem érkezik. Na. Nagyjából hasonló kombináció Luke-mennél. Csak neki a tripla 20 után maradnia kell a 20-ason, vagy esetleg 12-re menni. Dupla 20. És nem, oldja nem, meg. Picit alá. Komoly esélyt szalasztott el Luke-men. Dupla 8 jön. Humphries-nak. Kibabrál vele? Nem. Éppen hogy, de az utolsó nyillal megvan. 4-1. A Humphries barátnője, aki éppen kortyolt. Mindig jó. 180! Na, Luke-mennek az első. Megvan neki is, 3-1-re vezet a tekintetben Humphries, a meccsen pedig 4-1-re. Nyilván utóbbi a fontosabb. Jó formában Humphries. Negyedik az már fölötte van, az ötödik alatta, hatodik megint benne. Igen, a Vandenberg Espinal meccs győztesével játszik az itteni továbbjutó az alsó ágon. Az is eléggé horror, hogy már a 32 között Espinal Vandenberg mérkőzés van. Igen. Nyilván ugye ez a Pro Tour ranglista akkor aktuális állása szerinti, hát nevezzük anomáliának. ...81-et meg lehet oldani, kell egy tripla 19, menni kell a 12-re, és a bulla végére, rádobhattál volna. Humphries. A nagy hal. Nem, ez most egy kis neci. Á, még az se. Be se kapta keszegecske. A csalit. Dupla 8. Hú, éppen, na itt a baj. Éppen, hogy a rossz oldalán a drótnak. Meg lehet oldani a 112-t. Eddig jó. Így meg jön aztán a főleg. Szép. Gyönyörű 112-es kész. Kiszálló. Kész. Letöri teljesen ezzel Luke melelkesedését. Jó eséllyel, igen, itt a vége a történetnek. Igen, ezt mondtam, ott a fordulópont a 3-1-nél volt. Hát Luke-mennek volt esélye a 3-2-re. Azzal nem élt. Most megszaladhat a pénze után. Mennyi ez a pénz? A további jutom, mennyit kap itt a második kör után? 3000-et. 3000 font. Egyébként Luke-men átlaga nem rossz, nem sokkal gyengébb, mint tegnap. Egyébként csak nem fér oda kiszállókhoz. 140 Humphries. Be fogja itt fejezni valószínűleg. Száz. Igen, itt is egyébként ugyanaz a helyzet, hogy nem játszik alapvetően annyira rosszul Martin Luke-men, de éppen annyival gyengébben, hogy ne legyen reális esélye ezen a mérkőzésen Humphries ellen. 2-1-es, egyik tripla, á. 23. 6 nyila van a 130-ra, á, nem is megy rá a 20-asra. Igen, vissza, 98, marad a 32. Tökéletes. Megágyaz magának Humphries. Igen, ugye 130-ra matematikailag az egy jó kiszálló, hogy tripla 19, dupla 8. És nem jön le kiszállóra Luke-men, úgyhogy azt csinál, amit akar Luke Humphries. Meccs nyíl. Meg is csinálja elsőre. Nem vacakol. Nem volt itt kérdés, a végén egy 13 nyilassal összességében. 95,04-es átlaggal Humphries ott van a legjobb 16 között. Így van. És hát összejöhet egy nagy csörte, vagy a hetedik kiemel Dimitri Vandenberg, vagy pedig a selejtező, illetve az első körből érkező Nathan Espinel lesz majd az ellenfele. Ez még a délután folyamán kiderül, mi viszont hamarosan Rob Cross és Jules Van Dongen mérkőzésével folytatjuk.